November 12-e a szociális munka napja. Ebből az alkalomból hétfőn szakmai konferenciát tartottak a Miskolci Városháza dísztermében. Az esemény célja az volt, hogy a szférában dolgozók értesülhessenek a szakma aktualitásairól. A programok tovább folytatódnak, a héten még közösségépítő programok és intézménylátogatás is vár a résztvevőkre. Szakmai konferenciával vette kezdetét a Szociális Munkanapja alkalmából tartott egyhetes programsorozat. Az eseményre elsősorban a városban működő szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerben működő szakemberek érkeztek. 19 évvel ezelőtt kezdődött az a kezdeményezés, amit az intézményünk, az akkori Miskolci Családsegítő Központ indított el, és azzal a célzattal, hogy egy többnapos programsorozaton keresztül felhívjuk a figyelmet mind a segítő szakmában dolgozók számára, mind pedig a lakosság számára, a tevékenységünkre, a munkánkra. Emellett a rendezvénysorozat célja, hogy a szférában dolgozók számára lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a hétköznapi feladat ellátás mellett más közegben is találkozzanak egymással. Ennek érdekében a szociális szakemberek a héten több közösségi programon is részt vehetnek. Ilyen például a Bükki túra vagy a Szociotúra, de lehetőség nyílik számukra a városban működő szociális intézmények meglátogatására is. Én azt gondolom, hogy a szociális munkahete és a szociális munkanapja azért is nagyon fontos, mert ezen a héten, illetve a holnapi napon önök kerülnek végre előtérbe. Önök, akik nap mint nap dolgoznak, és fontos, hogy megemlékezzünk önökről, illetve azt is nagyon fontosnak tartom, hogy megmutassuk a világnak, hogy létezik egy ilyen munka. A Szociális Munka Világnapját 1997 óta november 12-én tartják. Azóta világszerte azzal a céllal ünnepelnek, hogy ráirányítsák a figyelmet azokra, akik hátrányos helyzetűeken, rászorulókon, hajléktalanokon vagy idős embereken segítenek.